véget ér a házas útusát. Nézzétek az elvárás jó oldalát. Várjátok az élet. Olyan is indulhattok el, amit szerettek, hiszen ti választottátok. De a szívünk addig új csodára vár. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Kezdetben nem lesz könnyű beilleszkedni az új környezetbe, de előbb-utóbb ott is megszokjátok. Megtapasztaljátok, melyik székre ülhettek nyugalommal. Utoljára, de nem utolsó sorban, végzős diáktársaim hozzátok szólni. Talán szorongás fogál benneteket, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás az iskolától, egymástól, a tanároktól, diáktársaktól. Tudjuk azt, hogy egyszer végek, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Ezért ne félj! A legszebb pillanatok általában akkor következnek be, amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza, hogy véghez vigyen valamilyen nehéz, de fontos feladatot. A tökéletes élmény tehát olyas valami, ami nem csak úgy megtörténik velünk, hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre, mondja Csíkszentmihályi Imre. Egyszer véget érnek múló napjaink, egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink. Tudjuk azt, hogy egyszer végek, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk.